DVTK. A Borsodi és a Volkswagen bemutatja. Mindig a következő mérkőzés a legfontosabb, úgyhogy ugyanolyan mérkőzés lesz, mint a többi. Természetesen egy kimagasló csapattal játszunk, úgyhogy azt abból a szempontból ki lehet emelni, hogy tényleg egy jó csapat a következő ellenfelünk. De a célunk nem más, és nem is lehet más, mint hogy a 3 pontot megszerezzük. Úgyhogy ezzel készültünk egész héten. Utolsó napokat is még ezzel töltjük, úgyhogy lehetőségeink meg lesznek. Az, hogy berúgjuk, az majd kiderül. Első, jó napot kívánom mindenki. It will be for sure hard match for us and also for Videoton, I hope. Kemény mérkőzés vár ránk, de bízom benne, hogy a Videotonra is. Az elmúlt 3 találkozó után továbbra is bátran, önbizalommal telve kell játszanunk, bíznunk kell egymásban és segíteni egymást, hogy megszerezzük a 3 pontot. Ahogy mondtam, nehéz mérkőzés lesz, mert a Videoton jó csapat, amely tele van minőségi játékosokkal. A mi erőnk a csapategységben rejlik. Az eredmény ellenére az előző 3 mérkőzésen is megmutattuk, hogy tudunk jól játszani. 1-2, esetleg 3% többet kell nyújtanunk, és akkor jönni fog a szerencse is, mert bebizonyítottuk, hogy megérdemeljük azt, hogy szerencsénk legyen. Hát nézd, minőségileg jó játékosokból álló csapat, úgyhogy minden csapat harap, de mi jobban fogunk harapni. Úgyhogy az, hogy egy jó csapattal játszunk, az csak egy dolog, de én úgy gondolom, hogy fel vagyunk készülve, nem fognak legalább beállni, védekezni. Lehet, hogy mi állunk védekezni, mert meglátjuk, hogy alakul. De az biztos, hogy vigyáznunk kell, hogy ne nyíljunk ki, mert ők minőségileg olyan szinten vannak, hogy meg tudják oldani és ki tudják használni. Hát ha Karának a lába holnapra nem lesz rosszabb, akkor ő is bevethető lesz, mert ő neki volt egy kisebb sérülése, azon kívül hál' Istennek mindenki harcra kész. Akkor kérdezzük meg szerintem Karának, hogy van a fokája. You substituted in the 27th minutes against Ferencváros, what happened to you? Yeah, I get difficult kick, some player from behind jump on my leg and then I twist my ankle. In this moment I think that it's something serious. Az FTC elleni mérkőzésen hátulról kaptam egy kemény rugást, ami után kifordult a bokám. Nagy fájdalmat éreztem, és azt hittem, komoly a baj, ezért kértem cserét. De szerencsére azóta napról napra javul az állapotom. Edzettem szerdán és csütörtökön is, nagyon bízom benne, hogy szombatra nem csak egészséges leszek, hanem a csapat hasznára is tudok lenni. Van benne igazság, meg erről lehet vitatkozni, de most miről beszélünk? Az, hogy gólt akarunk rúgni, vagy játszunk egy bunkerfocit, ami nézhetetlen, ami a csapatok többségénél előfordul, és mindenki játsza azt, amit akar, mi nem azt játszunk. Na most ez olyan dolog, hogy persze, ezt rá lehet fogni, hogy támadó foci, hogy akkor azért kapunk nagyon sok gólt. De a Fradi ellen olyan gólokat kaptunk, hogy lekontráztak minket, a Paks ellen lekontráztak minket. Mindenhol meg vagyunk létszámfölényben. Nem is az, hogy 2-2-ben vagy 3-3-ban, létszám fölényben vagyunk, és olyan egyéni hibák vannak, amiket ki kell küszöbölni, amiknek nem szabadna jönniük. Na most ez nem szemrehányás, hanem a játék az egy, vagy a labdarúgás az a hibák játék, a hiba az benne van, azt el is lehet fogadni, csak azért van az, hogy a hibákból tanulni kell. Most lehetőleg minél kevesebbet, vagy minél ritkábban kövessük el ezeket a hibákat, de ez nem játékstílus kérdése, mert hogyha az lenne, hogy mi támadunk orba szájba, és nem csak a végén, mert a végén volt, úgyhogy ránk mértek 1-2-t, amikor kinyíltál, de ez az utolsó mérkőzésekre nem volt jellemző. Az, hogy mi letámadunk, vagy magasan védekezünk, és az első fél időben kapsz 2-t amiatt, akkor azt mondom, hogy igen, lehet, hogy azon a mérkőzésen fölrakom a kezem, hogy hibáztam, én azt fölvállalom, nincs azzal semmi gond. De ez az utolsó mérkőzéseken az, hogy támadó focit játszunk, az nem jelenti azt, hogy neked gólt kell kapni, vagy ilyen hibákat kell elkövetni. Most játszhatsz te egy nézhetetlen rakás, nem mondom mit, akkor is ugyanúgy a gólok benne vannak, ugyanúgy kaphatsz gólt. Most nézd, persze mindig, szebb meg jobb játékos mindig van, azzal nincsen gond, meg gyorsabb játékos, de én úgy gondolom, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk oldani azt a kitűzött célt, amit elterveztünk. Na most ez egy folyamat része, hogy a játékosokból
kihozzuk a maximumot. Most pillanatnyilag én úgy gondolom, hogy a játékosok mindent megtesznek, kihozzuk belőle, amit tudunk, de az egyértelmű, hogy egy folyamat része, hogy ma még talán ennyi az a maximum, holnap már egy kicsivel több lesz az a maximum, és holnap után még több lesz az a maximum. Szóval a játékosok tudnak fejlődni, de persze, most végülis mindenhol lehet találni őt, hogy erre a posztra, arra a posztra lehetne jobb játékost igazolni. Én elégedett vagyok ezzel a csapattal, és szívesen dolgozok velük, úgyhogy bízok benne, hogy ez a kicsi, ez ami hiányzik eddig ahhoz, hogy nekünk szerencsésen vagy jól alakuljanak a mérkőzések. Most az jönni fog a hétvégén. Most ez is olyan apróságon múlik, vagy egy olyan keskeny sávon, vagy egy keskeny hidon múlik az egész, hogy kicsivel több szerencsénk van, akkor most lenne 7 ponttal többünk. És akkor mindig mindenki boldog lenne, hogy ez a keret bőven alkalmas arra, hogy elérjük azt, amit szeretnénk. Úgyhogy nekem a kerettel nincsen bajom, én a játékosokkal elégedett vagyok, és látom rajtuk, hogy meg is akarnak mindig mindent csinálni, amit az ember kér tőlük. We spoke each other, we had one meeting, and we were honestly between us, and I think that in future we will pass this situation. It's normal, it's football. Sometimes you are on top, sometimes you are down, but I think this is just some bad period for us. Az FTC elleni mérkőzés másnapján összegyűltünk az öltözőben, és őszintén átbeszéltük a helyzetünket. A foci mindig is ilyen volt, egyszer fenn, egyszer lenn. Biztos vagyok benne, hogy a jelenlegi csak egy múló, rossz periódus. Kétségtelen, hogy hiányoznak a pontok, de jól játszottunk. Hiszünk egymásban, jól edzünk, és megvan az a csapategység, ami átsegít minket ezen a nehéz időszakon. Rendben van a csapat, megérdemlünk egy kis szerencsét, és akkor minden újra olyan lesz, mint a bajnokság elején. Nézd, a magyar bajnokságból keret ügyileg és anyagi ügyileg kiemelkedik a magyar bajnokságból a Fradival együtt. Játékosok azok tényleg magyar szinten jó játékosok. Na most az egy más kérdés, hogy én úgy érzem, hogy csapatként mi egységesebbek vagyunk, jobbak vagyunk, de természetesen minden edző úgy érzi a saját csapatáról. De tudom azt, hogy ott azért annak ellenére, hogy jó játékosok vannak, van egy talicska pénz, amellett jó szakmai munka is folyik, úgyhogy mindenképpen csúcs csapatnak számít a magyar bajnokságban.